Az utóbbi időben a vármegyei labdarúgópályákon több atrocitás is történt. A Mórágy és a Kakas közötti első-második osztályú kvalifikációs bajnoki mérkőzésen szurkolók kergették meg a mérkőzés hípmesterét, Kis Gergelyt. Nem sokkal korábban a harmadosztályban a Kajdacs és a Szedres találkozóján pedig 6 piros lapot is kiosztottak. A játékvezető elmondása szerint ennek oka az volt, hogy őt a játékosok nyomdafestéket nem tűrő szavakkal szidalmazták. Előbbi esetnél a szurkolókat több évre kitiltották a sportpályáról, utóbbinál a játékosok összesen 13 meccses eltiltást kaptak. Makai János, a játékvezetői bizottság elnöke úgy érzi, ezeknek a szankcióknak nincs visszatartó ereje. Más az, hogy mi a szankció. A környező megyékben olyan a, vagyis olyan visszafogó, visszatartó erejű döntések születnek a fegyelmi bizottságnál, ami elejét veszi ezeknek az elszaporodásához, vagy elszaporodásában. Tehát egyszerűen Tolna megyében ezek a döntések nem születtek meg. Meg akarták ütni a játékvezetőt. Bács megyében 25 évet kapott egy játékos ezért, mert megütötte a játékvezetőt. Az elnök szerint a labdarúgásban a játékvezetők feladata, hogy érvényt szerezzenek a játékszabályoknak. Véleménye szerint a szurkolók és a játékosok magát a sportág szabályait támadják meg, amikor hasonló módon lépnek fel a sípmesterekkel szemben. A Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna vármegyei igazgatóságának fegyelmi bizottsága a hivatalos személyeket nem védte meg, mondta az elnök. A Tolna megyei játékvezetők úgy döntöttek, hogy ők nem szeretnék kockáztatni a saját testi épségüket, addig, amíg ezt a, hogy is mondjam, ezeket az eseményeket nem beszélik meg az igazgatósággal, fegyelmi bizottsággal, társadalmi elnökséggel. Tehát úgy érzik, hogy egy konszenzusra lenne szükség, egy közös leül egy kerekasztal beszélgetésre, ahol minden résztvevő megjelenik, és elmondja a problémáját, és elmondja azt, hogy ezt hogyan lehet rendezni. Információink szerint a játékvezetők csütörtökön egyeztetnek a Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna vármegyei igazgatóságával. A további fejleményekről pénteki híradónkban számolunk be.